McDonald's Kupa U14-es jégkoron kornát rendeztek a hétvégén a miskolci jégcsarnokban. Három ország, hat csapata versenyzett a legjobb helyezésekért. A romániai Gyergyószent Miklós mellett a szlovákiai Gölnicbánya és a magyar Győr, Mac, Debrecen és Miskolc csapatai versenytek a legjobb helyekért. Milyen csapatokkal játszotok most a hétvégén? Hát játszottunk a Debrecennel, a Győrrel, a Gyergyószent Miklóssal, a Maccal és a Gelnicával. Eddig milyen eredményeket értetek el? Minden meccsen nyertünk. Melyik volt a legjobb meccs eddig? A Győr ellen a 7-1-es győzelem. Ki ellen játszátok a döntőt? A Macca ellen. Mire számítasz a döntőben? Hát remélem megnyerjük, de még ki is kaphatunk, bármi benne van a papírban. Mikor kezdtél jégkorongozni? 2004. decemberében. Milyen poszton játszol? Hátvéd. Mi a hátvéd posztnak a szépsége? Hát én például szeretek ütközni. Engem annyira nem izgat, hogy gólt lőjek, mert nekem ugyanolyan fontos, hogy gólpasszt adjak. Kívülről veszélyesnek tűhet a jégkorong. Belülről milyen érzés, amikor van egy ütközés? Belülről is olyan veszélyes, vagy annyira kemény? Nem, szerintem egyáltalán nem veszélyes. Volt-e már, hogy esetleg komolyabban megütötted magad játék közben? Hát volt egy tércalak húzódásom, az elég komolynak mondható. De ettől eltekintve semmi komolyabb? Semmi komolyabb. Most ki a legkomolyabb ellenfeletek ezen a hétvégén? Ezen a hétvégén a Mac B csapata a legerősebb ellenfelünk. Velük játszottatok már? Még nem, most fogjuk velük játszani a döntőt. Milyen eredménnyel lennél ellenük elégedett? Hát én személy szerint a győzelemmel lennék teljesen elégedett, de hogyha kikapunk tőlük, az se nagy szégyen. A 14 év alatti játékosok két napon át küzdöttek, csapatonként 3-3 mérkőzést játszottak. Szombaton a csoportmérkőzések, vasárnap pedig a helyosztók kerültek megrendezésre.